Köszöntök mindenkit a Politika Történeti Intézet előadásnak a moderátora, Magyar Történeti Intézet mai rendezvényén. Nem először és nem is utoljára a magyar történész, és talán mondanám a társadalmi történet, a magyar szociológia, gazdaságtörténet kiváló képviselőit is nagy örömmel vendégül láthatjuk a sorozat előadójaként. Mai alkalommal Valuh Tibor polgár és polgárosodás a 21. század, mint Magyarországán című előadását fogjuk meghallgatni és utána megvitatni. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy amit már a törzsközönség tud, hogy élő internet közvetítés van az előadásról, tehát mindenki annak a tudatában panaszkodjon az előadás után, hogy ezt a Sydneyben és New Yorkban is, és Moszkvában is hallhatják. Tibi, köszönöm szépen, napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehettek és előadást tarthatok. Nem gonoszkodásképpen, különösen az után Gyuri mondta, hogy ne gonoszkodjunk, de azért annyit megjegyeznék, hogy Földes Györgynek kiváló érzéke van az, hogy ügyeket találjunk és menedzseljen, és az embereket időnként olyan feladatok vállalására kérje fel, amit nagyon nehéz megoldani. Ezt én pontosan tudtam, amikor fölhívott és beszélgettünk, és mondta, hogy mi lenne a téma. És ez a polgár és a polgárosodás tematika került előtérbe. Szóval lehetett tudni, hogy ez egy olyan feladat, ami nagyon érdekes és nagyon izgalmas, ráadásul mindig szeretem az ilyen kihívásokat, mert hiszem, hogy egyébként unalmas lenne az élet, ha nem lennének kihívások. Tehát azért szeretném azt megjegyezni, hogy előjáróban közelítésképpen, hogy ez egy olyan hatalmas témakör, bár csak 113 év, hogyha szigorúan kronológikusan vesszük, 1900-2013-ig, amit nyilvánvalóan többféleképpen lehet megközelíteni. Az a megközelítés, hogy én most végigmondjam ennek a 113 évnek a polgárinak tartott társadalmi csoportjainak a társadalom történeti változásait kronológikus rendben, statisztikai adatokkal vagy alátámasztva, az nyilvánvalóan a rendelkezésre álló 48,5 percben nem oldható meg. Ezért ezt nem fogom megtenni. És akkor végig gondoltam, hogy mit lehet tenni, hogy ez az előadás azért szóljon erről a polgári és polgárosodás problémáról, polgárság és polgárosodás problémáról. Azt gondoltam, hogy egyfajta meditációs megközelítést alkalmaznék, vagyis minden olyan fontos kérdést, ami ehhez a folyamathoz, fogalomhoz, fogalomkörhöz kapcsolódik, megpróbálok áttekinteni, és itt a közös gondolkozás tárgyává tenni. Tehát nem lehet nyilván a monográfiáról beszélni, akkor legalább a problémát próbáljuk megvázolni, hogy mit is értünk polgári fogalmán, mit jelent a polgárosodás fogalma, milyen értelemben használják ezeket a fogalmakat. Az első két diám, ezeket az elméleti megközelítéseket próbálom meg nagyon röviden számba venni, nem vindikálok magamnak történet filozófusi jogosítványokat, de azt gondolom, hogy a fogalomtörténet és a társadalom történet az ez esetben megtermékenyítően hathat egymásra. Ugye az első nagyon ismert szociológus Max Weber három értelemben használta a polgár fogalmát, hogy három megközelítésben próbálta meg definiálni. Azt mondta, hogy a polgár az valami olyasmi, olyan embereknek a csoportja, akiknek nagyon sajátos gazdasági érdekeik vannak, és nagyjából hasonló gazdasági gondolkodásmódot, mentalitást, viselkedést képviselnek. Nem egységesen nyilvánvalóan, de hát tulajdonképpen ebből az is következik, hogy lehet egy gazdasági osztályról beszélni. A másik lehetséges definíció a Weberi megközelítésben, a polgár, mint politikai közösség, azoknak az embereknek a közössége, akik egyenlő állampolgári jogokkal rendelkeznek, és egyfajta, ebben az értelemben alkotnak egyfajta politikai közösséget. A harmadik megközelítés ebben, vagy a harmadik értelmezési kísérlet, vagy definíciós kísérlet, az a vagyon, a műveltség és a presztízs csoportként történő értelmezése a polgárságnak. Tehát ez egy klasszikus szociológiai megközelítés. Ez is mutatja, hogy a fogalom, ha most csak a polgárra koncentrálom, majd később a polgárosodásról is beszélek, önmagában ez a fogalom is már legalább három fajta
társadalmi megközelítés foglal magában, vagy háromfajta szempont szerint kialakítható társadalmi csoportról beszélünk. A másik, ami szintén érdekes, vagy szintén a sajátos, ahogy gondolkodtam, hogy ma hajnali fél háromkor erre ébredtem, hogy mit is fogok én ma mondani itt. Azon túl, hogy már napok óta ezen gondolkoztam, hogy nem adom meg ezt a helyzetet. Hogy, hát, hogy szerethet minket ez az ember? Ha én nagyon, persze, hát, ha nem, akkor nem lennék itt. Tehát a modern polgár, ugye az a mai értelemben azt mondjuk, hogy polgár az, aki vállalkozó, polgár az, aki menedzser. Bizonyos esetben a polgár az értelmiségi, vagy minden értelmiségi polgár, és ezt oda-vissza föl lehet tenni. És hát a tisztviselő polgár. Ez is egy kérdés, mivel a kérdés. Tehát azt gondoltam, hogy akkor, ha van egy ilyen fix Weberi megközelítés, akkor tegyünk hozzá némi két egy. És itt Gyáni Gáborral értek egyet, aki a közelmúltban megjelent egyik tanulmányában amellett érvel, hogy hát nem osztálykategória és nem egységes társadalmi osztály a polgárság, és a definíció is nagyon nehezen meghatározható, hogy mit is értünk polgárra. És hát megyünk tovább, megint, még mindig csak ott tartunk az előszobában, hogy meg akarjuk határozni, miről akarunk beszélni. Ugye lehet egyfajta mentalitás típusú polgárság meghatározásra is kísérletet tenni. Azt mondjuk, hogy van egy polgári életvilág és van egy polgári életstratégia. Erről az életvilágról és a mentalitásról később fogok beszélni, most itt az életstratégiára emelném ki. A polgári életstratégiának, ami a polgár polgárra teszi, annak az a cél, a tőkeszerzés a célja. De ez a tőkeszerzés nyilván nem öncélú, mert a társadalmi státuszhoz lesz szükséges, és nem egyfajta tőkeszerzésről, nem csak pénzbeli tőkéről van szó, hanem kulturális tőkéről, társadalmi tőkéről, kapcsolati tőkéről, mert ezek szükségesek ahhoz az autonóm életvilághoz, ami valójában egy polgári gondolkodásmódra és viselkedés kultúrára jellemző. Következő szempont, hogy beszélhetünk-e értékrendről. Ugye mindig használjuk ezt a fogalmat, hogy polgári értékre, vagy polgári értékek. Szerintem ez is egy olyan értelmezés, amit mindig használunk, és mindenki más tért rajta. Én azt mondom, hogy van 3-4 olyan alap eleme egy modern polgári gondolkodásnak, amiben lehet talán konszenzus teremteni, vagy egyet lehet érteni, vagy egy ilyen polgári értékrendről való gondolkodásnál a kánonnak az alapja lehet. Azt gondolom, hogy egy modern polgár az liberális. Lehet konzervatív liberális is, tehát én nem zárnám ezt a történetet így, és nem gondolom, hogy a kettő üti marad, vagy a kettő kizárja egymást, de alapvetően tiszteletben tartja a szabadságjogokat és maga is ezeknek a híve. Ugyancsak fontos, hogy toleráns legyen, tehát nem akar senki kiegeszteni pusztán azért, mert hogy ő valamifajta felsőbbrendűséget indikál magának, vagy azt mondja, hogy hát aki nem úgy gondolkodik, mint én, az nem fogadható el. Ugyancsak lényeges értékrendi eleme lehet a teljesítményelvűség, tehát el kell ismerni és tisztelni kell a teljesítményt, és el kell fogadni azt, hogy nem mindenki egyformán teljesít, de ha én meg akarok felelni ennek az eszményi polgári értékrendnek, akkor én magam is igyekszem minden megtenni azért, hogy a teljesítményem alapján értékeljenek elsősorban. Hát ha magyar társadalmi változásokra gondolom, hogy elmúlt 100 évben, akkor ez a teljesítményelvűség sem, meg a tolerancia sem, meg a liberalizmus sem érvényesült kellően maradék nélkül és hiányok nélkül. És hát nyilván, ha polgárról van szó, akkor esetben individualizmusról van szó, tehát az egyéni magatartás, egyéni viselkedés, az szintén az egyének a középpontba állítása, az fontos lehet, és fontos lehet azért, hogy erről mondjuk a beszédőkor később beszélek, mert hogy egyfajta mintát adhat. És ha megyünk tovább befelé a fogalmi erdőbe, akkor ugye a következő szempont az, hogy mi a viszony a polgár, a középosztály és a középrétek között, mindegyik fogalmat használjuk, és mindenki mást ért rajta. Tehát olyan fogalmi sokszínűség van, akár a polgár fogalmat, ezek most volt alkalmam összegyűjteni a kapcsolódó irodalmakat, elég rendesen is átböngészgettem sokféle írás és megközelítést.
hol szinonimaként használják, hol ellentétesen, hol kizáró, hol minden polgár középosztály, hol a középosztály minden tagja polgár, hol ahol olyan megközelítés is van, ahol meg egyszerűen nem beszélnek se polgárról, se középosztályról, hanem középrétegről. Ugye, és hát ugye nézzük a nemzetközi szakirodalmat, ott meg megint nagyon másként használják, hogy a bourgeois, a middle class-t használják a polgár fogalmaként. És akkor itt most abban már végképp nem mennék vele, mert elviszi az időt, hogy akkor most hogy is van a német szociológiából, a Bürgerschaft, vagy a Bildungs, tehát a Besitzbürgertum és a Bildungsbürgertum, az hogyan ide a tulajdonospolgár és a művelt polgár kérdése, az megint messzire vinne bennünket, de ha ezt föltesszük az elmúlt 100-120 évben, akkor ebben is elég nagy ingadozásokat látunk, és elég sokféle változást. Szintén egy ilyen klasszifikációs probléma, hogy most polgári osztályról beszélünk, polgári osztályokról vagy rétegekről. Ha elfogadjuk a Jániféle érvelést, akkor nincs polgári osztály, viszont vannak polgári, és nem nincsenek polgári osztályok sem, hanem vannak polgári rétegek, tehát többfajta nagyjából, tehát van egy közös pont, amiben minden polgár, amiben mindenki, aki a polgársághoz tartozónak vallja magát, vagy úgy tekint saját magát, vagy kívül úgy tekintek rá, vannak bizonyos egyezések, ettől ez az, amit polgárságnak vagy polgárnak tekintünk, az egy tagolt társadalmi csoport, ha társadalmi csoportként lehet meghatározni egyáltalán, de nem akar relativizálni nyilván a kérdéseket. Aztán hogy az is kérdés, hogy mitől polgár a polgár? Attól, hogy tulajdonnal rendelkezik, attól, hogy tudástőkét birtokol, vagy attól, hogy hatalmat birtokol, tehát mondjuk a menedzser, vagy ha vezető tisztviselő, vagy köztisztviselő, akkor mondjuk a hatalom az ő magában polgárképessé tesz időt. És hát akkor ebből logikusan jön a harmadik pontban, a diák harmadik pontban látható kérdés, hogy akkor most normatív fogalom, vagy analitikus fogalom a polgár és a polgárosodás. Mindenképp ez is egy olyan kérdés, amit a szakirodalomban sokan feltettek, de senki sem tisztázta, és biztos én is csúszkálok, meg csúszkálni is fogok a kettő között. Azt gondolom, hogy valamikor ez nagyon normatív fogalom, és elsősorban a polgár és a polgárosodás is valamifajta eszményt próbál meg kifejezni, egy elérendő társadalmi állapotot és társadalmi helyzetet. És bizonyos mikroelemzési szinten a polgár különböző szűkítő meghatározásokkal ott lehet analitikus fogalom, vagy akár életmód vonatkozásában is beszélhetünk polgári, vagy kispolgári, vagy nagypolgári életmódról, hogyha meg tudjuk annak a kritériumait határozni. És akkor a polgárosodásnál is van ugye kétfajta uralkodó megközelítés, az egyik, amelyik ugye a civil társadalom kialakulását gondolja végig, ugye az a polgárosodás, ami az a folyamat, ami a jogegyenlőséget intézményessé teszi, ami nem az ember és nem az ember feletti uralmát szentesíti és határozza meg és szabja meg szabályokkal, hanem a törvények és az intézmények emberek feletti uralmát fogadja, amit mindenki betart. Tehát fontos a törvény, amíg itt az értékben vissza tud utalni, fontos a törvénytisztelet. A másik az pedig inkább egy ilyen szocializációs társadalmi átalakulási folyamatként értelmezi a polgárosodást. Azt mondja, hogy a nyelv használat, a nyelv, a neveltetés, a kulturális tőke, a szokáskultúra és a szocializáció át- és kialakulása az a folyamat, amit polgárosodásként értelmezünk. És akkor ennek a társadalmi hatásmechanizmusát kell megvizsgálni. És a következő szempont, vagy a következő kérdés az, hogy ha visszagondolunk, mondjuk menjünk kicsit a rák módjára az időben a jelentől visszafelé, a rendszerváltás körül időszakra visszagondolunk a 70-es, 80-as éveknek a különböző reformvitáira, visszagondolunk a két háború közötti népi urbánus vitára, akkor föl lehet tenni azt a kérdést, és azt gondolom, hogy a helytálló kérdés, hogy a polgárosodás vajon nem mint egy általános társadalmi modernizáció eszményeként jelenik meg
a magyar közgondolkodásban és a magyar politikai gondolkodásban. Tehát a társadalmi változásokhoz kötődő reformok, átalakulások egy ilyen általános modernizációval történő, vagy modernizációval történő értelmezése is lehet a polgárosodás fogalma. És az utolsó, az egy nagyon rövid közelítés, eltekintés, csak éppen slágvortokban, miként változott a polgár és a polgárosodás fogalmának az értelmezése és a kezelése, tehát magának a polgári társadalmi csoportoknak, ha megnézzük az elmúlt század esztendőt, a 20-21. századot, akkor ebben mindig voltak ilyen hullámszerű változások. A késő dualizmus korában, és ezzel már lassan léphetünk is tovább majd a polgári történetek felé, ott azt lehet látni, hogy azért az egy társadalmi presztízzel rendelkező csoport, elég jelentős társadalmi presztízzel bírtak azok a csoportok, amelyek a modern magyar társadalmat a kiegyezés után jellemezték és meghatároztak, és kialakultak a különböző kis közép-nagyvállalkozói rétegek, vagy nagypolgári rétegek. És hát ez jellemző egészen a 20. század elejéig, hogy egy tagolt és folyamatosan újra tagolódó polgári csoportok, vagy polgárinak tekinthető csoportok jelenléte határozta meg a magyar társadalmat. Én azzal egy picit vitatkoznék azzal az általános nézettel, ami azt mondja, hogy hát nagyon gyengék voltak ezek a polgári csoportok, vagy a polgár és az általuk kifejtett társadalom átalakító hatás. A mostani újabb történeti értelmezések ebben máshová teszik a hangsúlyt. A következő időszak, hogy ez a két háború közötti időszak, ott arról az az általános történeti közfelfogás, hogy felemás polgárosodás volt már a késő dualizmus korában is, vagy a dualizmus korában is, ez folytatódott, és hát a Horthy korszak társadalmi, politikai, gazdasági viszonyai nem nagyon kedveztek ennek annak, hogy ez a polgárosodás teljessé váljon. Ebben van igazság is, és van szerintem félreértés is. Fontos volt a korszakban nyilván a polgári csoportnak a jelenlét, és a társadalmi súlya is nagyon meghatározó, ha csak egy példát mondunk, a kiskereskedői, kisiparosi társadalom, az aktív keresői létszáma 3-350 ezer fő között mozgott a 20-as, 30-as évek átlagában, 3-4 fős családnagysággal a korabeli társadalomnak az egy hetede ide tartozott. Ugyanakkor ebben az időszakban van egy nagyon markáns polgárellenesség is, főként ugye amilyen majd aztán antiszemitizmusnak a felerősödéséhez vezet, és ennek az összes következményét most nyilván nincs idő végig sorolni, de még egy pontban majd erre vissza fogok térni. És aztán nagyon nagy, ugye van egy váltás, egy rendszerváltás háború, a második világháború után, amit meg nem egy faji alapú, hanem egy osztály alapú polgárellenességgel lehet jellemezni. A 40-es évek végéből meglehetősen markánsan, és ha megnézzük a szocialista korszaknak a történetét, akkor ez a polgárellenesség, a kispolgári viselkedés, gondolkodás modelleni kampányok időről időre előjöttek. Igazából a 70-es évek második felére, 80-as évek elejére szűnnek ezek meg, és tűnnek el a korabeli gondolkodásból. És hát ugye ez azzal is járt, hogy itt viszont ez az osztály alapú polgárellenesség, ez a tulajdonos polgárság volt a kispolgártól, a kis tulajdonostól a közép mai fogalommal, vagy mai értelemben középvállalkozó és a nagyvállalkozó réteggel együtt felszámolta, hogy ami maradt ebből, vagy ami megpróbálta magát a háború befejezését követően saját magát újjászervezni. És ha akkor ezt a folyamatot lehetne úgy leírni, hogy nyilván van egy politikai indítatású dekasszálódás a 20. század második felében, az 50-es években, amikor a korábbi különböző pozícióban levő polgári csoportok elveszítik a társadalmi státuszukat, elveszítik a társadalmi státuszuknak az alapját, de azt is lehet látni már a 90-es évek, 80-as évek végén, 90-es évek elején folytatott kutatások, Utasi Ágnes és mások kutatás is egyértelműen kimutatták, hogy volt egy olyan kulturális tőketartaléka, mondjuk például a középosztályhoz tartozóknak, a korábbi középosztályhoz tartozóknak, amivel sajátos társadalmi státusz visszaszerzést, konverziót tudtak végrehajtani.
Erre egy jó példa lenne, ha egyszer lesz majd egy elszánszom dolgozó, aki megírja a külkereskedelmi vállalatoknál alkalmazottaknak a társadalmi hátterét, ha megvizsgálná a 60-as évektől, akkor azt látná, de azt láthatja többek között, ez ilyen szúrópróba szerint dokumentum és alapján is igazolható, hogy nagyon sok korábbi középosztályi státuszban levő családfő vagy a leszármazottaik jelenik meg, mert hogy ők például idegen nyelveket beszéltek, és nem csak oroszul tudtak, és a külkereskedelmi levelezéshez szükség volt 4-5 idegen vagy 3-4 idegen nyelvet beszélő emberekre, és ezek onnan jöttek. És ugye a 60-as évek elejére, amikor az államosított társadalom Magyarországon a legteljesebbé vált, akkor az is világosra vált, hogy ezekben a formában így nem működik, és elindul egyfajta újravagyonosodás a 60-as évek közepétől, a második felétől, ami aztán majd a 80-as évek elejétől gyorsul föl, és hát kialakulnak új vállalkozói, kisvállalkozói csoportok, tehát itt ami a pihán is látható. Ez egy nagyon összetett képződmény, vannak régi középrétegekhez tartozók a század második felében, a 49 és 89 időszakban vannak újonnan fölemelkedők, akik káderek lesznek, és káderként egy idő után elkezdik követni a régi középosztályi mintákat, tehát ilyen értelemben lehet tradicionális középrétegről beszélni. Van egy szakértelmiségi réteg, aki aztán majd kádermenedzser lesz a 80-as években, és ilyen értelemben hatalommal is bír, és az életmódjában is látszik ez. Vannak legális vállalkozók és illegális vállalkozók, és azt gondolom, hogy 80-as évek közepén annak a vállalkozásnak a tulajdonosára gazdaság értelemben nehéz azt mondani, hogy nem polgár, aki akkor 500 000 forint éves árbevétellel rendelkező vállalkozásnak volt a többségi tulajdonosa Magyarországon. És a társadalom egészére is az jelenti, hogy van egy ilyen középre tartás, amiben ahogy a kérdésen foglalkozó szociológiai történeti elemzések azt mondják, hogy hát a saját értelmezés szerint ugye itt egy ilyen polgárjogok nélküli polgárosodás van, és ebben mondjuk szerintem legalábbis a fogyasztásnak, mint a jómód pótlékának, vagy a jómód, a korábbi jómód visszaszerzéséért folytatott társadalmi vagy egyéni stratégiának meglehetősen fontos szerepe van. És ha ezt a történeti elemzést ugye tovább visszük a rendszerváltozás időszakáig, akkor ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy egészen más, megváltozik a föltételrendszer és a koordinátorrendszer. Ugye a polgárosodásnak elvileg eltűnnek a politikai és ideológiai akadályai Magyarországon és a polgári társadalmi csoportok újjászerveződésének. Ugye van tulajdonszerzés, vagyonszerzés, ezeknek egy része már a 80-as évek első felétől hol self-payment típusú karrierekben, hol pedig kapcsolati tőkék kamatoztatása révén, a spontán privatizáció és egyebek révén már működik, ha a falusi társadalmak esetében, vagy a falva rurális társadalmak, nem mondjuk falusi társadalmak, Kovács Imre kollégánk meglehetősen rosszallaná és igaza lenne. Tehát a rurális térségben élők esetében ugye ott a kárpótlás, a földtulajdonszerzés lesz az, ami meghatározza az átrendeződés folyamatát, és eldönti, hogy ki kerül lefelé, ki marad középen, ki tud ebből a helyzetből kiemelkedni. És hát az eldöntendő, hogy most polgári csoportok, vagy középrétegek, vagy megváltozó középrétegesedésről beszélünk, és hát, hogy alkalmazottak, vállalkozók, értelmiségiek tartoznak ide, és ki merre tartott a korábbi polgárjogok nélküli polgárosodás sajátos helyzetéből, középrétegesedéséből. És ugye itt a rendszerváltás az még egy kérdés hozzá csatolható, különösebb erőltetés nélkül. Ugye ez a gyors vagyonosodásnak a problematikája, a jó polgári erkölcs és a viselkedés ellentéte. Tehát nagyon gyors és viszonylag szűk körű volt a középosztályból kivezető pozíciókhoz szükséges vagyonnak a megszerzés, és a középréteg, bocsánat, láthatóan én is csúszok. És a középrétegek tagjainak pedig nem volt lehetősége igazán széles körbe arra, hogy bármilyen értelemben jövedelemtermelésre alkalmas vagyont szerezzenek, maximum a lakásukat váltották meg legtöbben, és ezzel ez volt a befektetés. És akkor ebből ugye következik az, ami már a 80-as
70-es, 80-as évek magyarországi kvázi polgárosodási, középrétegesedési folyamatait is befolyásolta, hogy hát mi is a mintaadás szerepe. Hol van az a jó polgár, aki mintát ad, aki befizeti az adót, aki nem elejti el a jövedelmét, aki a közösségben is gondolkodik, egy közösségben is gondolkodik és tesz érte, és ha most egy zárójeles megjegyzést megengednek, akkor eltelik 10 év a rendszerváltás után nagyjából, amíg a nagyon nagy kedvezményezettjei és nyertesei a tulajdon változási, tulajdonszerzési folyamatoknak elkezdenek valamit visszatörleszteni abból a tőkéből, annak a tőkének egy részéből, ami a korábbi időszakban fölhalmozódott a kezükben. Hát ennyi lett volna nagyon röviden történeti rész, és akkor még két-három kiemelt szempontrendszeren szeretnék végigmenni, illetve föltenni az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Az első az rögtön szerintem egy majdnem megválaszolhatatlan kérdés, de azért próbálok rá valamit válaszolni, hogy ha azt mondjuk, hogy részben normatív, vagy elsősorban normatív kategória a polgárosodás, akkor, és ezt mondjuk a modernizációs értelemben tesszük, ezt mondjuk, hogy a polgárosodás az egyfajta társadalmi szintváltás és szintemelkedés, akkor milyen értelemben és mennyiben lehet polgárosodásról beszélni a 20. századi magyar társadalomban? És akkor most a történelmi ingát nézzük, a lényegében az 1930-as évek végéig nincs komoly politikai akarat, ami gátolja a polgárosodást. A 30-as évek végétől az antiszemitizmus törvényesítésével már elkezdődik a magyar polgárság, vagy a magyar polgári társadalmi csoportoknak a részleges kizárása, és a tulajdonnak az államilag szervezett, a tulajdonosok államilag szervezett megváltoztatása, akkor van egy kicsi kegyelmi állapot, aki túlélte és visszajött, és megpróbálta újjászervezni a saját társadalmi státuszát és annak a bázisát, aztán megint egy vesztés van, aztán egy rejtett polgárosodás, vagy rejtett folyamat van, ami főként a gazdaságban a korábbi tulajdonvesztést próbálja, az államosítás miatti tulajdonvesztést és pozícióvesztést próbálja meg kompenzálni. És aztán megint van egy törés és váltás ugye a 80-as, 90-es években. És akkor az a kérdés szintén ezzel szorosan összefüggésben, hogy hányféle polgár van. A klasszikus szerint ugye a kispolgár, a középpolgár, amivel nagyon nehéz pontosan mit kezdeni, mit is jelent ez a közép, és a nagy polgár. Nézzük jövedelem szint szerint, ha jövedelem szint szerint nézzük, akkor a század első felében mondjuk a jövedelmi osztályok szerinti, ugye fizetési osztályok szerinti kategorizálásban hozzá lehet rendelni a különböző jövedelmi szintekhez a különböző társadalmi státuszokat. De a 20. század második felében ez eltűnik, és a vagyon sem használható már arra, hogy megpróbáljunk különböző polgárinak tekinthető csoportokat elkülöníteni egymástól. De és egy kicsit úgy kezd masszássá válni a dolog, miközben meg lehet látni, hogy ez más, mégsem massza az, amit úgy első, tehát mégsem egy megfoghatatlan, leírhatatlan társadalmi csoport az, amiről beszélünk. És hát ha többfajta csoport van, és ezek a csoportoknak a súlya változik, meg általában a polgárságnak, vagy a polgárjának tekintett rétegekkel való, vagy ez erről való gondolkodás, az önmagukról alkotott kép és a társadalmi szerepe változik, akkor ez megint egy olyan tényező, ami szintén érdemes lenne végig gondolni alaposan, hogy mennyiben érvényesültek azok a magatartásminták, egyéni csoportos éles stratégián, és mennyiben befolyásolták az elmúlt száz esztendő magyar társadalmi változásai. És hogy ne legyen ennyire egyszerű a történet, a magamnak is megbonyolítván, de a közönségnek is, akkor mit kezdünk azokkal a fogalmakkal, hogy parasztpolgár és polgárosodó munkás. Mert hogyha nézzük a század első felét és nézzük a szociográfiát, a két háború közötti szociográfiát, akkor ott abban megfogalmazunk egy olyan ideált, hogy hát az a kiegyensúlyozott paraszti fejlődésnek, majd az a vágyott fejlődésnek a célja, hogy minél több parasztpolgár legyen. De ki is az a parasztpolgár, az, aki mondjuk egy közép
méretű gazdaságon, 20-25 hold vagy annál nagyobb gazdaságon gazdálkodik, maga a kulturális tőkéje gyarapítja, a szakismeretei gyarapítja, volt ilyen szép számmal a két háború között, és a gyerekeit elküldi szakmai ismeret szerzésre, de úgy, hogy aztán ők visszatérjenek, és gyarapítsák a családi gazdaságot, és együtt dolgozzanak tovább. Vagy hát mit kezdünk azzal a kategorizással, amiről szintén kevesen szoktak beszélni, hogy a két háború közötti időszak, vagy a 20. század első felében a munkásságnak a felső csoportjai, a megbecsült és törzsmunkásnak tekintett szakmunkások, előmunkások, művezetők, csoportvezetők, azok mind jövedelmi szinten, mind életkörülmények tekintetében, mind a társadalom saját önképük tekintetében nem tartották magukat munkásnak. Erről mondták később, hogy ők a munkás arisztokraták. És bizony elővette vasárnap a sétapálcáját, fölvette a kalapját és a Jobbik öltönyét, és elment az olvasó egyletbe, vagy a munkás egyletbe, elment a templomba, időként nem minden héten, nem mindig. És akkor utána megéri azt, hogy elveszíti ezeket a lehetőségeket, és neki egy kicsit be kell szürkülnie, és egy másik fajta munkásképhez kell azonosulnia, és már nem nagyon teheti meg, és nincsenek meg azok a juttatásai, jövedelmei, ami alapján ő már egy kicsit a proletár szint, tehát jóval meghaladó életkörülményeket tudott saját magának biztosítani, és saját magát sem sorolta már ebbe a csoportba. Hogyan változtak a polgári lét és a polgárosodás feltételei? Ugye hát itt ez egy nagy, szintén egy ilyen hullámzó folyamat, mondjuk a zsidóság szerepén és a magyar zsidóság polgárosodásban betöltött szerepén és sorsán keresztül lehet ezt érzékeltetni. Tehát ugye van egy értékteremtőnek tekintett időszak, mondjuk ha a zsidóságra gondolunk csak, vagy a magyar zsidóságra, magyar zsidó polgári csoportokra, akkor van egy jogvesztés, vagyonvesztés, életvesztés, regenerálódás, és hát az egész magyar társadalom számára ők is, és aztán a következő időszakban a nem zsidó magyar közép, kis és nagy polgároknak a társadalmi státuszvesztése, az bizony egy társadalmi tőkevesztés. Tehát az a magyar társadalom azonban kevesebb lett, és az a fajta, hogyha modernizációként értelmezünk a polgárosodást, akkor bizony azt kell, hogy ebben az értelemben a modernizáció folyamata megszakadt a második világháború követő időszakban. És akkor ugorjunk egy picit ettől tovább, mert az idő is nagyon halad, ha jól érzékelem. Nézzük meg akkor a rendszerváltás után is, ez még mindjárt tennék fel egy ábrát, hogy akkor most hol is van? Ugye állandóan arról szól az elmúlt 20 év politikáján, valami középosztályt kellene erősíteni, valamilyen módon ennek baloldali, jobboldali alternatívái és kísérletei. Itt látjuk, nem biztos, hogy feltétlenül egyetértünk, vagy nem is biztos, hogy mindennel egyet kell érteni, de hogy akkor ebből, hogy ez valóban megvalósult-e. A legutóbbi alapvető fontosságú társadalom struktúra elemzés, ugye a Kovács Imre által vezetett kutatás, amit az intézet támogatott elég hatékonyan és elég nagy melszélességgel. Abban ugye Kuczi Tibor azt írja, hogy aki társadalmi középnek tekinthető a 2000-es évek elején Magyarországon, azoknak a keresőknek a száma kb. 800 ezer fő behatározható meg. Na most ez az aktív keresői rész, 3,7 milliós aktív keresői létszáma lehet számolni, ez azt jelenti, hogy az egy valamivel több, vagyis 4832, tehát kevesebb, mint az egynegyed és egyötöt közötti arányról beszélünk. Hát, hogyha ez az a közép, ami megtartja a társadalmat, akkor az egy meglehetősen érdekes társadalom szerintem. Én inkább arra hajlanék, hogy itt egy ilyen fordított kétharmados vagy négyötötös társadalom van, ha most nem megyek bele a rétegződési kérdésekbe, ahol van egy vékony középosztály, egy vékony társadalmi, gazdasági, politikai elitvédek, vagy homódő felső osztály, és a kétharmad viszont lent van, és nem, nincs esély erre a történetre, hogy ő bármit is tegyen ezzel. És akkor itt mutatnék hozzá egy ábrát, egy pillanat türelmet, kérek, mert vissza fogom tenni a diát, ami ezt úgy egy kicsit alátámasztja. A
pavai jövedelemadó bevallásokról készült egy ilyen bontás, remélem látható, ilyen infografika, amit közé tettek egy pár héttel ezelőtt. Ugye közel 4,5 millió adóbevallást adtak be Magyarországon, és akkor itt a megosztás, a sávos megosztásokat próbálják föltüntetni. Minimálbérnek megfelelő vagy alacsony éves jövedelem, hogy a 1,5 millió adózó vallott be ilyet Magyarországon. A minimálbér ugye az akkor 91 ezer forint volt talán, tehát a 90 ezer forintos havi jövedelemről van szó. A minimálbér és 2 millió forint között van ugye a másik jelentőssel, ugye a másik egyharmad majdnem, ez 1,340 ezer. Van 700 ezer, aki már egy picit följebb van, de még mindig nem keres bruttó 300 ezer forintot, és aki már egészen jónak tekintheti magát, ugye az 3 és 6 millió forint közötti jövedelemre rendelkezik, ez ugye 520 ezer fő, és van 170 ezer fő, aki pedig a jövedelmi topot alkotja, hogyha ezt a skálát nézzük, ugye ez az alsó rész, ez 4%. Tehát ha most ebből kellene le, és ugye ők fizetik a jövedelmukónak, viszont az egy ötödét, tehát 170 ezer ember. Ez azért is érdekes, mert hogyha most csak a példa kedvére hoztam, nyilván a mélyebb elemzés, az itt most nem vitelezhető ki, de hát egy nagyon kicsi társadalmi csoportról van szó, ez kevesebb, mint az a 800 ezer fő, akit a rétegződés vizsgálatban kiemeltek, és összességében, ahogy számolok, ez 690 ezer ember, aki valamivel, vagy aki az átlagot meghaladó jövedelemmel rendelkezett ebben az országban a tavalyi adatok szerint. És akkor visszatenném a diát. Itt a tehát itt tettem a kitérést, és még, ha jól emlékszem, két szempont, amit mindenképpen hangsúlyozni kellene. Az, hogy mi a viszony a polgár és a politika között, és mit is jelent az, hogy polgári politika. Nagyon érdekes elemzés adódna abból, hogy ha valaki végig venné, mondjuk lenne akkora türelme, mint Gyurgyák Jánosnak, és hosszú éveket eltöltene az elmúlt 100 év vagy 50 év sajtójának, meg a publicisztikának az elemzésével, a közgondolkodásával, hogy mikor mit kezdett a politika a polgárral és a középrétegekkel, mikor tette ellenségé az egész csoportot, vagy a csoportnak egy részét, mikor tekintette bázisának, és mikor hogyan próbálta szövetségessé tenni egyfajta társadalmi politikai átalakulásnál. Én azt nem gondolnám, hogy a magyar polgári rétegek azok csak egyenlőek lennének, és csak politikai értelemben jobboldali elkötelezettségű polgárok lennének Magyarországon. Bár kétségtelen igaz, hogyha megnézzük mondjuk az októberistáknak a példáját, vagy a magyar radikálisoknak a példáját, Csécsi Jüvére, vagy Vámbéri Üztemre, vagy Csolt Bélára lehet utalni vissza, akkor ez a nagyon határozott baloldali polgári gondolkodás az nem volt túlságosan széleskörű Magyarországon. De a politikai feltételek sem voltak olyanok, hogy valóban polgárként lehessen politikai nézeteket képviselni, és így lehessen részt venni a közéletben. És ez egy nagyon izgalmas problémakör, ugye ez a polgár és nemzet kérdésköre. Polgár és nemzet, polgári nemzet. Mitől, hogy viszonyul a kettő egymáshoz? Ha valaki polgár, akkor az ugye a magyar közbeszédben, ami sokszor áthallásos, időnként meg a polgár az egyszerűen zsidót jelentett, tehát ha zsidó, akkor nem tagja a nemzetnek, bizonyos gondolkodások szerint, ha polgár, akkor szintén nem tagja a nemzetnek, vagy akkor lesz modern nemzet, akkor lehet modern nemzetről beszélni Magyarországon, hogyha ez egy polgári nemzet, tehát a polgári rétegek azok, amelyek meghatározzák a kispolgárság, vagy a különböző középrétegek, vagy a nagypolgárság, amelyek meghatározó befolyással bírnak a társadalmi és a politikai folyamatokra.
Aztán ugye az elmúlt 20 év esetében, menjünk egy kicsit tovább, tehát majd menjünk vissza mondjuk az elmúlt 60-70 évre, ugye az első időszakban a polgári az valami elavult, az valami avittas, meghaladandó, közösségellenes. Aztán már csak egy sajátos átértelmezésen, és a rendszerváltás után a polgári nagyon sok esetben úgy értelmeződik a politikai térben, mint ami nem kommunista, ami nem baloldali, mint amire föl lehet építeni egy újfajta társadalmi identitást, politikai identitást. De akkor meg kéne kérdezni, mitől is lesz polgári egy politika, vagy mitől lehet polgárinak tekinteni a politikát, attól, hogy elmondjuk naponta ötször azt, hogy polgár-polgár, vagy attól, hogy autonóm módon próbálunk meg viselkedni és gondolkodni, és így, és ezeket az értékeket próbáljuk képviselni. Milyenek a polgári tradícióink, és mit kezd a baloldali, baloldal, mit kezd és mit kezdett a baloldal a polgársággal? Én azt gondolom, hogy a magyar történelmet, ha így gondoljuk a magyar társadalmi változásnak a történelmét az elmúlt 100-110 esztendőben, akkor azt nem lehet mondani, hogy nincsenek polgári ennek tekinthető tradíciók, és nem voltak ilyen kezdeményezések. Az, hogy ennek mekkora volt a valóságos társadalmi súlya, mekkora volt a mintaadás szerepe, a modell szerepe, mennyiben tudott érvényesülni, az egy másik kérdés. Én azt is megkockáztatnám, hogy a magyar történetírás és a közgondolkodás ezeket a polgári tradíciókat nem ismeri eléggé, és kicsit el is becsüli, és nem foglalkozott vele még eleget, annak ellenére az utóbbi 20-30 évben a polgárság kutatás, a polgársággal kapcsolatos kutatás, a városkutatás az meglehetősen élénk figyelmet keltett, és ugye széles körülté vált. És hát ugye itt van még egy probléma, ami most is 30 éve is, 50 éve is, vagy 70 éve is megoldatlan és egy ellentmondásos eredménnyel járó kérdés között, hogy mit kezdett a baloldal a polgársággal. Ami szintén nagyon furcsa, mert ha megnézzük a két háború közötti szociáldemokrata vezetőket, azoknak egy jó része tisztes polgári egzisztenciából lett a baloldali, akkori legnagyobb és egyetlen legálisan működő baloldali politikai pártnak a vezetője. Ugyanakkor időről időre egyfajta ilyen polgárellenesség ebben a gondolkodásban is föltámadt. És hát az elmúlt 20-25 évet, ha nézzük, akkor azt kell mondjam, de majd nyilván a vitában erről lesz szó, hogy vitatkozunk, hogy nem nagyon tudod mit kezdeni ezzel a polgári tradícióval és annak a modern baloldali gondolkodás maga beemelésével a különböző a rendszerváltás időszakában kialakult és utána létező különböző politikai, baloldali politikai törekvések, pártok, kezdeményezések. És akkor az utolsó kör, ugye ez a polgári élet, gondolkodás, ugye erről meglehetősen sok kutatás készült a polgárságról, mint életformáról és mentalitásról, akár családtörténeti szinti, és a ilyen értelemben a tradíciókat is időben felmutatja a Jávor Katának a Smolnai akról szóló könyve például, ami a 20. században, 19. században, 19-20. Században nagyon jól mutatja, hogy hogyan lehetett polgárrá válni, és mit jelentett, milyen tervei voltak ennek a vállalkozó polgárság mentalitása, gondolkodása, hogyan alakult. És hát az is kérdés, hogy mint-e a polgári életmód, tehát lehet-e, hogy a középosztály kapcsán a két háború között, hogy Gyáni Gábor a társadalom történetben azt írja, hogy hát már itt megrendül a középosztály identitás, és minden olyan eleme válságba kerül, ami ehhez szervesen hozzátartozott a két háború közötti középosztályhoz, vagy középréteghez tartozóknak a nagy többsége az 1920 előtti háromszoba cseléptartás életdióját, mert képtelen volt föntartani, és rosszabb körülmények között élt, mint a kispolgároknak egy jelentős része. Most akkor mi őrződik meg ebből? Ha nézzük a háború utáni időszak, vagy a 60-as, 70-es, 80-as éveknek az életmódkutatásait, abban pedig határozottan az S. Nagy Katalin féle lakás és lakberendezés és lakáskultúra kutatás határozottan kimutatja, hogy van egyfajta polgári és kispolgári
lakberendezés és lakótér használati szokásrendszer, úgyhogy igazából az a fajta történelmi kispolgárság, mert igazából nem létezik a társadalmi valójában, csak egyfajta mentalitásként vagy modellként. És hát még három apró gondolat, és szerintem akkor nagyjából 48,5 perccel be is fogok tudni fejezni, hogy az autonómia kérdése. Tehát mihez is kell az a bizonyos kulturális tőke, mihez kell az a pénzbeli tőke, azt gondolom, hogy nyilván kell, mert hogy megélni kell, és normálisan próbál élni mindenki, aki erre törekszik, de ha nincs megfelelő egzisztenciális háttér, akkor nagyon nehéz autonómnak lenni, mint kulturális értelemben, mint politikailag. Hogyan lehet autonómnak lenni, ez persze megint egy messzire vezető kérdés, és akkor itt a szabadpályás, kötöttpályás értelmiségi polgári csoportokról egyaránt hosszasan lehetne még meditálni. De azt gondolom, hogy a polgári léthez és a polgári mentalitáshoz, gondolkodáshoz nem csak az életmódbeli külsőségek, hanem az értékrenden belül az autonómia mindenképpen hozzátartozik, hiszen egy autonóm ember tud igazából civilként gondolkodni. Volt egy civil társadalom Magyarországon, civil kurázsi működött-e? Ugye szoktuk volt mondani, megírja a vonatkozó szakirodalom, hogy hát a legnagyobb baja az elmúlt 60-70 év magyar társadalmának, hogy nincs civil társadalmi szerveződés, nincs társadalmi önszerveződés, kiesik a politikai kultúrából, kiesett ez, és nem pusztán csak a szocialista korszak miatt, mert elhangult ez a korszak, és valahogy nem termelődött ez a dolog újjá igazából. Ha lenne ilyen polgári mentalitás, és most nem aktuál politizálni akarok, vagy ilyen civil tudat, akkor azt gondolom, hogy 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt a magányugdíj pénztárnak az elinstantolása, az nem egy ilyen két alkalmas tüntetés keretében ment volna minden nehézség nélkül végbe, mert az egy elég érdekes és sok jogot és érdekes értő, sokakat érintő dolog volt, de nem szerveződött meg a magyar társadalom. És hát nagy kérdés, hogy lesz-e ilyen. És az záró gondolatként én abban foglalnám mindazt a fejtegetést össze, ami remélem minden törekedettség ellenére az egy követhető volt, hogy a legfontosabb ebből az egész 19-20. Századi magyar polgárosodás programatikából annak a szemmelől nem tévesztés, hogy a polgár szabad ember. Szabad ember, aki nem kér engedélyt, felnőtt ember, aki nem kér engedélyt, hogy gondolkodjon, döntsön, éljen és cselekedjen. Köszönöm szépen a figyelmet! Aztán mondta az előadónk a lehetséges módszerek közül a legjobbat választotta, vállalva ennek is azért a lehetséges hátrányait, hogy tűnik megmutatja a problémát magát a magyar történelemben, anélkül, hogy minden részletét meg szeretném én kurányítani. Itt viszont van mit tárgyalni is kérdezni tőlem, mert viszont lehetőséget akarnak, hogy a polgárosodás történetének olyan mozzanatait, amit nem tudott érinteni az előadásában nem mondja, vagy pedig a megközelítés móddal egyáltalán ezzel a polgárság programatikával is van mit kezdeni, úgyhogy szeretném kérdezni, hanem valakinek kérdése van egy hozzászólás. A gondolatot az ad indított el bennem, hogy a menedzser és a ügyeket állítnak, vagy csak azoknak az embereket dolgozta példafüggben, akik nyelveket beszélnek és kiállnak külföldre. Ez így jött a bennem azt a gondolatot, hogy végel mindent egy nagyon nagy rétegből, pozitívus műszaki vagyok ezt előre, bocsájtok, tehát lényegében én megsértődöttem magamat. Tudni, 45 után a polgári réteg az megtűrve, nem csak megtűrve, az egyetemeket gyakorlatilag támogatva
Hát ne haragudjatok, én együtt jártam szakértettségisekkel, akikből polgárok lettek, mondom én. Ezt lehet, hogy a szociológia nem ismeri el, de én is polgár lettem, mint végzett mérnök. És nem csak a mérnök, szóval a mérnöknek egy borzasztó nagy rétege, hát ugye gépészmérnökök, pillanatmérnökök, építészmérnökök, most ezek mind tagozottak, mind polgárok lettek szerintem. És méghozzá egy olyan korban, amikor ugye a munkás, aztán is hadd ne menjek bele, de ugyanúgy polgárok lettek szerintem, amit az előadó is kiemelt, hogy vannak a munkásoknak egy olyan rétege már, amelyik nem kétkezi munkával, hanem szellemileg járult hozzá. És ezek a polgárok, magamat is beleértve, bizonyos, nem vagyok, de bizonyos életkörülményeket kiharcoltak maguknak, nem is kellett, még nagyon csúnya vagyok, ne haragudjatok rám, nem is kellett harcolnom, mert az a rendszer, az nekem megadta. Hát kinek adta volna meg, ha nem annak, aki maga nevelt. Most én önző vagyok, és magamról beszélek. De ugyanakkor kulturális szempontból is. Hát nem egyszer, végigjártam Európa összes múzeumát. Most, bocsánat, én magamból indulok, de befejeztem. Szóval lényegében én azt hiszem, hogy 45 után kialakult egy olyan polgárítek, amiről érdemes lenne beszélni. Köszönöm, ebbe befejeztem. Tessék! Tessék, parancsolj! Én úgy gondolom, hogy az előadó először a polgári mindennek először a gazdasági vonulatait hozta előtérbe, és később jöttek inkább elő a kulturális tényezők. És én ebben az utóbbival értek igazán egyet, mert ha végig gondoljuk azt, hogy a 45 után egy nagyon nagy csapatot megfosztottak a gazdasági létüktől például, vagy megfosztottak a zsidó üldözések során korábban, akkor is ezek az emberek inkább polgárok maradtak. Mert érzéseikben és miben létükben ők akár még egy lágerben is inkább polgárok. Gondoljunk arra, hogy 56-ban, amikor lecsukták Göncz Árpádot és társait, még a mások voltak börtönlakók is, mint a tolvajok, vagy nem tudom milyen emberek, ott képezték magukat, nyelveket tanultak, stb. Tehát itt a gazdasági szerepük nem számíthatott. Ugyanakkor például vannak ma is a tanárok, tehát akik nem gondolkodnak abban, hogy gazdasági dominanciára tesznek szert, de hát mindenképpen a polgársághoz soroljuk őket, tehát azt gondolom, hogy a kultúrához való viszony az, amelyik leginkább meghatározza a polgársághoz tartozást. Ugyanakkor megkérdőjeleződik számomra az, hogy egy Mészáros Lőrinc, aki most nagyon előkelő helyre jutott, és hány milliárd forintja kell, hogy legyen, hogy én a polgársághoz csapoljam őt. Tehát még ez sem számít. De azok sem vagyok biztos, hogy azok az emberek, akik napi 14 órát dolgoznak kompjúter előtt, és semmi mással nem törődnek, mert munkamániások, hogy ezeket igazából sorolhatjuk a polgársághoz, akik egymásért felelősek. Ezek az emberek még adott esetben a gyerekeiket is a pénzzel látják el, mert az lesz nekünk előbb-utóbb, de idejük már nem lesz rá. És nem erősítik a társadalmi szövetet. Tehát ezek az emberek számunkra nem erősítik magát a polgárságot sem. Tehát megint csak arra kell, hogy visszautaljak, hogy és talán a Kádár rendszernek egyik előnye volt, hogy is nagyon olcsón hozzájutatta a munkásságot, a parasságokra megfelelő érdeklődő embereket a kultúrához. És ez kialakított egy sokkal szélesebb kulturális polgárságot a maga módján, holott lehet, hogy ezek az emberek még származásilag nem voltak polgárok, ahogy betagozódtak a társadalomba, egyre inkább azokká váltak, és a gyerekeiket már valószínűleg polgári módon próbálták nevelni és tanítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm.
tisztelt és kedves előttem való felszólalóra szeretnék egy kicsit utalni. Én sajnos egész életemben a kultúra területén, nem az a sajnos, egész életemben a kultúra területén dolgoztam, de sajnos nem hiszem, hogy a kultúra az valószínűleg határozná meg alapvetően polgári létet. Nem tudom, ki mennyire tapasztalt a nyugaton, biztos vagyok benne, hogy szóval nagyon komoly polgári rétegek vannak Németországban, akiknek fogalmuk sincs, hogy ki volt a Thomas Mann. Senki nem hiszi el, de próbáljátok el, tényleg nem tudják. Én azt hiszem, ha lenne egy ilyen kutatás, hogy hány ember tudja Magyarországon, persze a fiatalok már így se tudják, én tudom, de azért mikorosztályig tudja, hogy ki volt a Dürermann. Biztos, láthatatlanul biztos vagyok benne, hogy többen tudnák, még mindig itt a mi generációm, mint Schweitzer. Nem. Ugyanakkor egy banki tisztviselő, aki nem olvas verset, nem úgy, stb. Nem részletezem, nem lehet azt mondani, hogy nem polgár. Egy jó svájci színvonalon élő, mondjuk banki tisztviselő, ezt nem lehet mondani. Én nagyon örültem, és nagyon jónak tartom azt a meghatározást, ami az előadásban elhangzott, hogy a polgári jogok nélküli polgárosodás zajlik Magyarországon. Én szerintem ez, vagy ez a fogalom egyáltalán nem mondtad, hogy ez zajlik, de ezt így nem mondtad, ezt a mondatot, de azt hiszem, hogy ezt jól értettem, hogy erre utaltál, hogy ez zajlik. De a maga a polgári jogok nélküli polgárosodás. A polgárosodás lényege az, hogy a polgár valamikor, a polgár és a társadalom, aminek a legélenjáróbb rétege a polgárság, vagy osztálya, nem tudom, mindegy, előjáró része a polgárság, de a paraszt is átveszi a ügyek intézését a saját falujába. Tehát egy olyan társadalom fejlődés, a demokrácia polgárosodás lényege, és a demokráciának az a lényeg, az emberek kezükbe veszik a sorsuk alakítását, és nem lehet a fejük fölött lényeges dolgokat úgy intézni, hogy nincsen beleszólásuk, vagy ha mégis megtörténik, akkor sürgősen leválták az amerikai elnököt is, vagy bárkit. Ez a folyamat Amerikában az alkotmány elfogadásakor zajlott le, Franciaországban azt hiszem a Code Napóleon, a törvénykezés és a polgári létet jogilag megalapozó napóleoni rendezés alatt zajlott le, és Európa nyugati országaiban különböző időszakban zajlott le, Magyarországon soha nem zajlott le, mindig a fejünk fölött nélkülünk történnek. Nem csak a magánnyugdíj pénztár, a műkincs vagyon szétszórásától elkezdve, ami napjaink az zajlik, mindjárt tömegével mondhatnám példákat. Olyan politikai intézkedéseket, hogy csak a jogot és a szakembereket és a polgárokat, a civil lakosságot zárják ki, és dönt a politika tőlünk teljesen függetlenül. Ameddig ezt meg lehet csinálni, addig polgárság van, De mindig hiányosan, és soha nem a társadalom egészét áthatva. Köszönöm. Tessék. És akkor én? Vártam. Én is néhányat vagyok kérdezni. Az első kérdésem az lenne, mivel Csiki tesztet olvasta, de már a Márai helyemnek a nem naplóját, mert ez igazából a mérdékes jelenik, nem napló, hanem inkább emlékirat, aminek a tartalma lényegében az elveszett polgári mentalitás síralma, és lényegében megmagyarázunk már, hogy azért ment ebből az országból, mert azt az életformát, amit ő a polgárság, és azt az élettartalmat, amit a polgárság is kötötte, amit ő élt, aminek saját magát a mintája tekintette, azt nem érhette tovább nem az országban, már a Horthy korszakban sem. Ezzel kezdődik, igen. És ezt tehát lényegében összeköti a történetet, a 30-as évek történetét, a 40-es évek történetével. És hát egy nagyon melankolikus, szomorú elbeszél is kerekedik belőle. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert a mai vita a Horthy korszak újraértékelése kapcsán hát egy igen érdekes adalékkal gazdagodik a Márai írásának következtében. Tehát azonban az én kérdésem mégiscsak az, hogy te magad az általad kiválasztott szempontok közül melyiket tartod a centrálisnak?
és ez is egy segítőkép, és mégis föltennék, erről szólt az előadásom. De aztán én is belebakadtam, mentem veled a logikáidon, és ott vagyok az erdő közepén, és szeretnék kiütni. Nem vagy egyetem. És húgoknak körülöttem a baglyot, és mindenki a baglyai, de most éppen tanástalan vagyok, és azért hozzáfordulok, hogy végülis a polgár centrális figurája ennek a 20-21. Századnak pedig egy deficitje. Most nagyon durván. És hát nem kérem, hogy a különböző szempontból szerint osztályod, azt mondom, hogy újra tartanám az előadásodat, hogy a saját lehetséges szempontjaid alapján még válaszolnám, mert most végig is kockáztas meg egy választ. A másik, hogy milyen összefüggés látsz egy között, a történetek között és a Magyarország liberalizmus története között. Ezt se kérem, hogy ez egy megnyugtatásában egy előadást, de hogy hiszen magad azt mondtad, hogy a polgár az első meghatározásod az volt, hogy a polgárra jellemző a liberalizmus. Magyarországon a liberalizmus az hiszem, hogy a 1867 után, hogy 1918-ig meghatározó irányzat tudott lenni, és azóta 1985 és 97 között, 98 között megint, és aztán újra valami ezt bekerült a napirendre, miközben tényleg a politika használta ezt a fogalmat, és a 2000-es évek arcai az a polgár és a nem polgár. Miért a Fidesz ma is magyar polgári? Igen, ezt erre akartam utalni, hogy valaki ezt elfoglalta ezt, de most már kicsit bonyolultam akkor ezt. Tehát ez a két nagy képvisel van, és egy adalékot engedj meg a saját szakmai részemnek, hogy jöjjön. Tehát meghívjam fel a figyelmet arra, hogy itt már a desztalinizációs konferencián egyszerű előadásban nem adtam. De Kádár rendszerben 1959-ben fogadták el a polgári törvényt. Magyarországon, ami szerintem egy még a szakmáltal nem méltányos fordulat volt, ahol miközben a politikai diktatúra volt, ekközben az állam kiszállt az állampolgárok, jogi személyek és a magánszemélyek közötti kapcsolatok közvetlen diktálása volt. Egy olyan kódot fogadott el, egy olyan kódexet, amivel lehetővé tette, hogy egy ilyen szerződés is kapcsolatok jönnek itt állam és állampolgár között, de egy polgár és polgár között most az akkori viszonyunk között, ami szerintem egy fantasztikus fordulat volt, és nehezen tarthatóvá teszi azt a periódust, hogy 1958 és 60 között is csak nem lett volna más, mint a polgárság korlátozása. Kapsz egy 15 percet arra, hogy van még mindig, tessék. Én csak azt szeretném ehhez mondani, hogy tulajdonképpen a polgárság, ami klasszikusan a 14. századtól a 19. századig jól meghatározható fogalom volt, az a 19. századdal kialakuló fejlett kapitalizmussal, a társadalom egyre differenciáltabbá válásával nyilvánvalóan egyre nehezebben lehetett ezt egy határozott fogalom alá gyűjteni, azóta már még inkább differenciáltá vált a társadalom, létrejött a tömegtársadalom, amiben nagyon csak önkényesen vagy bizonyos szempontok szerint lehet valakire azt mondani, hogy ők polgárok. Tehát tulajdonképpen ennek a jó meghatározására azt hiszem körülményei között nincs is lehetőség. Az ön hozzászólását úgy érjük, hogy értelmezett episztemológiai, nem is ismeret elméletre, hogy egy agnosztikus álláspontot képvisel. Tessék! Akkor ti úgy érkezem. Köszönöm szépen, nekem már beszéltek kettőbe, de biztos, hogy jobb lesz a minőségem, amit mondok. Én nem akartam megbántani senkit, tehát félreértésnesség, egyszerűen itt az időhatárok szabottak, és a szakérettségisből is lehetett, én mondtam, hogy van a 49 utáni évtizedekben, ugye jelen van az a polgári, vagy azok a polgári csoportok, amelyek éppen deklasszálódnak, ugyanakkor majd
visszatérnek különböző kulturális tőkék felhasználásával ide és oda különböző pozíciókba. És akkor még lehetett volna itt a megszakított polgárosodás elméletét hozni, Szerényi Vántocsok és sok minden mást is. És hát van egy kitermelődő középréteg, amelyik először nagyobb káder lesz az egyik része, és a politikai pozíciókon és a hatalmi pozíciókon keresztül definiálható valamilyen értelemben, vagy kerül majd közép, válik a középréteg tagjává, és aztán a viselkedésében, a magatartásában, a életmód külsőségeiben, aztán ebből az aszkétikus káderi, nem kádári, hanem káderi mentalitásból majd elkezd bizonyos értelemben polgári mintákat követni, mert az elhagyatott java a kormánybiztosságából a polgári lakberendezési tárgyakat beviszi a saját lakásába, villájába, szolgálati lakásába, képeket, festményeket, könyveket, stb. Stb. És a kultúrafogyasztásra is ez az jellemző. Tehát, és aztán megjelenik majd egy szakértelmiségi réteg, amit említett ön is, mérnök, agronómus, stb. Stb., akik szintén részelemei lesznek ennek a társadalmi középnek. Amit úgy lehet meg, az a fajta társadalmi középrétegesedés, amit meg lehet figyelni a kádári konszolidáció végére, az megint egy nagyon heterogén társadalmi csoport, abban a katonatiszt, a gimnáziumi tanár, az ügyvéd, a jól kereső szakmunkás, aki még a második gazdaságból húz jövedelmet, mellé azt mindenki saját meg oda pozícionálja, vagy pozícionálta mondjuk a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és aztán ezért ez majd traumatikus sokak számára a 90-es évek elején, amikor ez a széles értelme, vagy bizonyos értelemben konszenzuál, a korabeli közgondolkodás által konszenzuális a középnek tekintett széles társadalmi csoport elkezd jobbra-balra le és fölfelé is töredezni, és több lesz a vesztesek száma és a kikerülők száma, mint a nyertesek és a följebb kerülőknek a száma. És hát még egy ilyen apró, nem volt idő az összes történeti kérdésre, én ezt mondtam, az elég nem lehet elmondani a részes történeteket, de hát itt azért volt egy olyan kategória, különösen az 50-es évek első felében, ami a részben középosztály, a két háború közötti értelmiségi középréteghez tartozók, akik a háború után elvesztik a pozícióikat, mondjuk magántisztviselők voltak, ugye megszűnik a magánszektor, és majd állami tisztviselők lesznek egyfelől, másfelől meg, hogy állami cégek, államosított cégeknél dolgoztak magántisztviselőként, menedzserként, akkor onnan, ha lekerülnek, akkor nagyon sokszor lehet azt látni élettörténetekből, hogy ugyan elvesztik a formális pozíciót, de ott maradnak úgynevezett nélkülözhetetlen reakciósként, akiknek az adott gazdasági egység működtetésében mondjuk nem könyvelőként, hanem bérszámfejtőként vagy adminisztrátorként azért van szerepe. Hát ez az, hogy a kultúra teszi a polgárt, vagy a polgár teszi a kultúrát, ez is egy érdekes megközelítés és érdekes szempont. Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben kulturális javak nélkül nem nagyon lehet az eszményi vagy ideális értelemben polgárról beszélni, ami nem jelenti azt, hogy egy banktisztviselőnek otthon egy komoly festménygyűjteménnyel kell rendelkeznie, vagy könyvtárral, de kulturális fogyasztóként megjelenik, és ilyen módon nyilván befolyásolja a kultúrát. Másik oldalon már megjelenhet mecénásként, azzal, hogy fogyaszt, azzal is mecénás lehet, mert lehetővé teszi, hogy legyenek kulturális események és rendezvények. Én inkább nem a magas kultúra és a tömegkultúra kérdésére egyezném ki a dolgot, hanem a viselkedés kultúrára, és azt hiszem, hogy ami itt elhangzott a hozzászólásban az igaz, tehát a gazdaság, a polgári lét gazdasági alapjainak az elvesztése után is persze polgármarad, tehát elmegy a barátaival, összejár, még az 50-es években is azt a bridge partit péntek délután vagy szombat délután megtartották, maximum csak óvatosabban beszéltek, nem tudták, hogy ki a besúgó közülük. Erre azért mindenképpen figyelni kellett, de megmaradtak a hagyományok és a tradíciók. A korszó is lassan tűnik el, ami szintén azt is lehet egyfajta ilyen
társadalmi találkozó helyként vagy érintési formaként hozni, vagy majd fölváltja egy másfajta történet a vasárnap délutáni sétálgatás, és akkor mindenki találkozik mindenkivel. Tehát igen, nem biztos, hogy a vagyon automatikusan polgárra tesz valaki, tehát lehet valakinek komoly vagyona. Előbb-utóbb viszont kénytelen lesz bizonyos viselkedési formákat elsajátítani. Most nem mennék bele a Mészáros Lőrinc vagyonosodási történetében, mert nem ez a dolgom. Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy amikor a 80-as, 90-es évek fordulója van, és zajlik az előbb kevésbé, majd később valamennyire szabályozott privatizációs folyamat, és kialakul az a magyar kis, közép és nagyvállalkozói réteg, akkor ott vannak problémák a viselkedés kultúrával, tehát ez a akkosztító súgós jogging és kilóarany szindróma, mert hogy ugye mutatnom kell azt, hogy én vagyonos vagyok, és a presztis tárgyak, a súgós jogging vagy a kilóarany, ez fejezi ki a akkori fölemelkedőben lévő kultúra hiányos, viselkedés kultúra hiányos vállalkozói rétegnek a társadalmi státuszát. Tehát úgy gondolja, hogy ha ő ezt viseli, akkor őt elismerik ezért, és később tanulja meg, hogy az üzleti kultúrában nem föltétlenül ez. Persze fontos, hogy mint egy 1 millió forintos karójára megvillan a tárgyalás közben, de mondjuk már 300 ezer forintos öltönyben tesz ugyanezt, és nem jut eszébe föltétlenül hivalkodni ezzel. Maximum ügyesen megtervezve egy tárgyalás közben nyomatékot ad a komolyságának, hogy hát ha neki ilyen van, akkor biztos megbízható partner. De ez már egy másik fajta dolog, mert nem jár a kettő föltétlenül együtt. És akkor ezt itt nem is ragoznám tovább. Igen, a Márai egy remek olvasmány élmény volt, egy jó pár hete olvasgattam, cirka 2-8 hete jutott el odáig elolvassam, és valóban ez a 38 és 48 közötti időszakot írja meg, hogy hogyan veszíti el ő a hitét ebben abban, hogy Magyarországon polgárként lehet élni, és ebben az ország politikai, társadalmi változásai, éppen ennek a bizonyos civil kurázsinak a hiánya nem volt idő rá, de hát a magyar zsidó polgársággal, ami történik, és hogy a szolidaritás majd annyira alacsony volt, amennyire alacsony volt a végrehajtás, és az élet, és a megsemmisítés, fizikai megsemmisítés likvidálás időszakában, ez is sok mindent elmond erről a korszakról, és akkor persze, ha van idő történetének, akkor össze lehet ezeket a fonalakat kötni egymással, ilyet a különböző szálakat. Jó, hát hosszú eszély, ez a centrális figura vagy deficit. Azt gondolom, hogy a 20. századi vagy a modernkori magyar történelemben voltak azért olyan időszakok, vagy ebben a 100-110 esztendőben, amikor fontos figura volt, vagy centrális figura volt. Azt gondolom, hogy ha a folyamat egészét nézzük, akkor inkább a deficit felé hajlanék. Rövid válaszban, hosszú válasz meg nem jó. Tehát sokkal többet vesztettünk azzal, hogy ezek a polgári, társadalmi csoportok tulajdonvesztésen, kultúravesztésen a mintaadás nyújtásának a lehetőségét elveszítve léteztek, és rejtőzködve léteztek, és csak a magánszférában létezhettek és viselkedhettek, úgyis nem formálhatták a közgondolkodást. Én azt gondolom, hogy előrébb tartanak, nincs történelemben és a történetírásban, ha is persze a múlt, ez mindig változik, attól függ, hogy honnan nézzük, de a különböző saját kutatásaink szerint is azért ezt lehet látni, hogy nincsenek olyan szilárd magatartásunk, és nem csak a jogokkal való élni tudás vagy élni akarás kérdéséről van szó, hanem mondjuk a fogyasztásban a józan megfontoltság kérdése. Miközben persze van egy ilyen racionális része, tehát ha megnézzük azt, amit én újra vagyonosodási folyamatnak neveztem el a 60-as évek közepétől, végétől, ami a rurális társadalomban, a történeti parasság utáni falusi társadalomban, a háztáji révén ment végbe, a szolgáltatás, a szolgáltató szektorban, az ipari munkában, a fusival, fekete taxizással, stb. Főhangzott jövedelmekkel, ezek nem tudnak megjelenni, és nem
nem a józan mértékletességre öntenek, vagy intenek, meg nem arra adnak példát, hanem arra, hogy ezt most gyorsan megérni kell a mostani helyzettel igazából, és mindegy, a többi nem érdekes, tehát nincs ilyen értelemben szolidaritás, és ebből van a, meg hát ugye hiány, és sok minden más, tehát ebből van az, az is többek, hogy ezzel magyarázható, hogy még egy pár évvel ezelőtt is, ha megnyitották egyik elektronikai áruházat Budaörsön, akkor ugye letaposták egymást az emberek, mert olcsó kávéfőzőt lehetett venni. Most nem menjünk ebbe bele, azt gondolom, hogy egy tisztes kis polgár nem megy el hat kávéfőzőt venni, és nem tapossa a másikat, vagy aki mondjuk másként gondolkodik a fogyasztásról, meg a beszerzésről, meg a legyünk szerződéséről. Liberalizmus és polgárság. Hát biztos, én avítas vagyok ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy a nyilván az ember gondolkodását megfelelse, hogy milyen értékek mellett kötelezte el magát, azt mondtam, hogy avítas vagyok, még nem változtattam meg az alapértékeimet az elmúlt 32 évben. Mióta úgy nagyjából fölnőttnek tekintenek jobb szerint. De ez csak egy zárójeles mondat. Azt mondom, hogy fontos, hogy a polgársághoz hozzá kapcsolódjon a szabad elvűség, a szabadság jogoknak a tiszteletben tartása. Tehát azt gondolom, hogy úgy lehet szabadnak lenni, hogyha én tiszteletben tartom a másik szabadságát, és nem akarom vele elhitetni, hogy az, hogy én szabad vagyok, és te nem érzed magad annak, akkor te érezd jól magad, mert én jól érzem magam. És ez egy fontos dolog szerintem, és az elmúlt 20-25 évnek a közgondolkozási deficitje részben itt van, részben meg, hogy hát ez a polgár, mint fogalom, mint társadalmi csoport, mint etosz, mint elérendő cél, ez sok tekintetben diszkreditálódott. Tehát nagy volt a várakozás, én úgy gondolom a rendszerváltás időszakában, hogy akkor itt lesz egy ilyen jóléti polgárjogokat, mindenkinek egyformán juttató, és azzal élni mindenki nagyjából megtanító társadalmi helyzet, konstelláció, viszonyrendszer, ez már azért most jól látható, hogy nem következett be, és nagyon sokan kívül vannak, nem csak a polgárságon, hanem a jogokon kívül vannak, tehát ma délelőtt egy másik szakmai beszélgetésben volt szerencsém részt venni, ami a észak-magyarországi válságövezetekről szólt, és akkor ott elhangzott a beszélgetésben, telepeken élnek emberek, akik nem léteznek a törvény szerint, a jog szerint, mert nincsen semmilyen iratuk. És kívül vannak, és ez csak egy apró. Tehát ez is hozzátartozik a mai magyar viszonyrendszerhez. Hogy mennyire volt antiliberális a magyar polgárság, vagy liberalizmus ellenes, ez megint időben változó. Azt látszik, hogy az a fajta liberális polgár eszménye és politikai közgondolkodásbeli szerepe az egészen szűk körű volt, tehát nem csak ha lett volna, ha volna még időm, vagy lett volna még időm, akkor mondhattam volna, hogy hát a két háború közötti liberális polgári pártok azok meglehetősen szűk bázissal rendelkeztek, vagy viszonylag szűk bázissal rendelkeztek, és a háború után, amikor már szerveződtek, akkor sem tudták ezt a bázist föltétlenül megerősíteni, és nem tudták egy kicsit a gondolkodásmódot átalakítani, és akkor itt most messze lehetne menni még a fosz ellen befolyásától, meg az állam és az egyes ember viszonyától, az állam és a polgár, az állam alattvalók kérdésével együtt. És azt mondom, hogy ez kár, hogy a rendszerváltás időszakában egy kicsit elszászát élő liberális szemléletű gondolkodásmód diszkreditálódott valamennyire, nem csak a politikában, hanem nyilván képviseleti, szervezeti gondolkodás cselekvésbeli hibák, politikai kényszerek miatt azt gondolom, hogy általában ez most nagyon messze van, tehát nem is nem látszik arra társadalmi igény, vagy komoly társadalmi igény, de lehet, hogy az én optikám csal, hogy ez megerősödjön a magyar politikában és közgondolkodásban. Volt egy Euróbarométer értékfelmérés 2009-ben vagy 2010-ben, most mindegy, a megkérdezett magyar, tehát egy reprezentatív mintán kérdezték, mégis nagyon megdöbbentően magas volt azoknak a száma és aránya, akik nem tartották fontos értéknek a szabadságot. És akkor ez azt gondolom, hogy megmagyarázza ezt a helyzetet. A polgári törvénykönyv, igen, polgári törvénykönyv, amit néhány, vagyis 1875
79-ben fogadták el a Csemegi kódexet, gyakorlatilag azt váltották be 1959-ben, ami megint az egész korszakra jellemző kettősség, vagy kicsit ellentmondásos kettősségnek a jellegzetessége, hogy elfogadnak egy polgári törvénykönyvet, ami a magánjogban a polgárias normákat, a polgári normákat beemeli, de mindezt teszik úgy, hogy azért jogállami keretek persze csak a magánjogban érvényesülhetnek többnyire. Tehát azért ettől még nem gondolnám, hogy alapvetően a helyzet megváltozott volna a korabeli politikai gondolkodás, a politikai hatalom és a meglevő és kialakuló és újrateremtődő közép rétegekhez tartozó csoportok és polgári csoportok között. Tehát önmagában az, hogy polgári törvénykönyv van szerintem, nem jelenti azt, hogy lehet teljes mértékben szabadon élni a jogokkal, bizonyos területekben szabályozták, korszerűsítették a jogot, ez fontos, de ezzel nem utólag akarom lehaltázni a Kádár rendszert. Én azt gondolom, hogy nem feketére kell festeni, és azonra is nem is tettem szerintem az eddigi ezzel kapcsolatos írásaimban, hanem meg kell próbálni megérteni, hogy működött ez a szabad vagyok, de nem vagyok szabad, vagy majdnem szabad vagyok, majdnem mindent megtehetek, de mégsem tehetek meg mindent. Ez a fajta kettősség, de ebben a korszakban nagyon sok élethelyzetben meghatározó volt. Hát a tömegtársadalom persze nagyon nehéz új definíciókat adni. És hát arra próbáltam rávilágítani az egész előadásban, hogy milyen sokféle értelmezése van ennek, részben a szakmában, részben egy kicsit a fogalmak mögé próbálom nézni, és megpróbáljuk a fogalmat és a különböző társadalmi változások, a fogalmakat, a fogalom értelmezéseket és a különböző társadalmi változások történelmi értelmezését egymás mellé rendelni, akkor ez a fajta bizonytalanság kijön. Ettől függetlenül még nem gondolom, hogy a dolgot föl kell adni, a reménytelen harci szép küzdelem lehet, és nem is biztos, hogy reménytelen. Köszönöm szépen! Amikor a végére érünk majd a sorozatnak, akkor a különböző elemei érdemes lesz megpróbálni valahogy összeadni, ezt én nem menném, hiába ültem végig minden előadást, és így kemeletlenkedtem az előadóknak a képességeim szerint. De azért nagyon érdekes kép kezd kialakulni arról, hogy a történész szakma a magyar társadalomtudományok legjobbjai a 20. századot, akkor rá vannak kényszerítve arra, hogy a 21. századot is betekintve megpróbálják 50 percben értékelni, hogy mit emelnek ki. Ez egy külön nagyon érdekes vég, azon gondolkoztam, hogy egy ilyen helyzetben hogyan lehet teljesíteni azt a feladatot, hogy többet tudjunk az előadás előtt, mint illetve után, mint előtte. Igen, vannak olyan előadások, ami az ember tudítják, de ez ennek a sorba tartozott. Nagyon szépen köszönjük, és ez is kérdezem, hogy szárnyi reklámot folytatnom. Jövő héten van 13-án a határzártság, nyitottság az 50-es, 60-as években, akik ismerik az intézetünk életét, tudják, hogy ez a nyitott ország, zárt ország fényi kutatásunk. Ennek egy műhely konferenciája lesz, kifejezetten a határok problematikáját, a szó fizikai és politikai értelemben, mert határokat próbálják a különböző nagyon kiváló kollégák körbejárni, szeretettel látjuk önöket, és a sorozatunk is folytatjuk.